A magnézium hiány tünetei szinte bárhol megjelenhetnek a testünkön, azonban nagyon gyakran fordul elő, hogy nem diagnosztizálják, mint a probléma egyik lehetséges forrása. Egy amerikai kutatás szerint a megkérdezettek közel 2%-a tapasztal rendszeresen magnézium okozta tüneteket, azonban a kutatásban résztvevők köze 75%-ánál nem volt elégséges a magnézium szint értéke. Az aludiagnosztizálás ebben az esetben nem ritka, hiszen a tünetek akkor erősödnek fel igazán, amikor az érintettek szervezetében a magnéziumszint már kritikussá válik. Továbbá a magnéziumhiány tünetei gyakran összefüggésbe hozhatók olyan egészségügyi állapotokkal, mint például a cukorbetegség, krónikus hasmenés vagy a lisztérzékenység. Videónkban most a magnéziumhiány hat tünete kerül bemutatásra, amikre mindenképpen érdemes lehet fokozottabban odafigyelned. Izomrángások és görcsök. A rángások, remegések és izomgörcsök a magnézium hiány legismertebb tünetei közé sorolhatók. A legrosszabb esetekben ez a hiány akár rohamokat is okozhat. A kutatók úgy vélik, hogy az említett tüneteket az idegsejtekbe áramló nagyobb mennyiségű kálcium okozza, amely stimulálja az izomidegeket. Egyes embereknél a különböző magnézium készítmények igen jó eredményekhez vezetnek az említett tünetekkel kapcsolatban. Azonban egy újabb kutatás szerint az idősebb korosztály esetében már nem ilyen egyszerű a kezelési lehetőség. Ennél a pontnál azonban fontos megjegyeznünk, hogy az izomrángások és a görcsök hátterében nem kizárólag a magnézium magnéziumhiány tünete állhat, hanem például a túlzott koffeinbevitel vagy a stressz. Mentális zavarok A magnéziumhiány másik lehetséges következménye a különböző mentális rendellenességek megjelenése lehet. Ide tartozik az apátia, amelyet mentális zsibbadás vagy hiány jellemezhet, sőt, nagyon súlyos esetekben akár kómához is vezethet. Ezen kívül bizonyos megfigyeléses tanulmányok szerint a magnéziumhiány szerepet játszhat a depresszió megjelenésében is. Röviden elmondhatjuk, hogy a jelen kutatások alapján bizonyos egyének esetében a magnéziumhiány idegi diszfunkciókat és mentális problémákat okozhat, azonban ezzel kapcsolatban jelenleg még nem áll rendelkezésre elegendő tanulmány. Csontritkulás A csontritkulás olyan rendellenesség, aminek következtében a csontok gyengesége és a csonttörések fokozott kockázata jelentkezhet. A csontritkulás kialakulásán a kockázati tényezői között megjelenhet az öregedés, a testmozgás hiánya, valamint a D-vitamin alacsony szintje. Egereken végzett kutatások alapján a magnézium mennyiség kiürülése a szervezetben csökkent csonttömeget eredményezhet. Bár ilyen kísérletet emberek között nem végeztek a kutatók, azonban abban egész biztosak, hogy a magnézium hiány és a gyengébb csontsűrűség között valóban létezik fennálló kapcsolat. Fáradtság és izomgyengeség A magnézium hiány között akár megjelenhet a fáradtság és az izomgyengeség is. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy időről időre mindenki elfárad, ami nem arányos azzal, hogy bármilyen probléma lenne a háttérben, azonban a súlyos vagy tartós fáradtság valóban lehet egészségügyi probléma jele. Mivel a fáradtság nem specifikus tünet, így az okát szinte lehetetlen azonosítani, kivéve ha más tünetek is kísérik. Ilyen másik tünet lehet például az izomgyengeség, ami fáradtsággal társulva már árulkodó jele lehet a magnéziumhiány meglétének. Tehát amennyiben te is tartósan tapasztalsz fáradtságot és izomgyengeséget, úgy mindenképpen érdemes lehet kivizsgáltatnod magnézium szinted. Magas vérnyomás Állatkísérletek azt mutatták, hogy a magnézium hiány növelheti a vérnyomást, aminek következtében megnövekedhet a különböző szívbetegségek kockázata. Igaz, az emberek esetében nem állnak rendelkezésre jelenleg ilyen kutatások, azonban egyre több megfigyelés igazolja azt a tényt, hogy az alacsony magnézium szinten rendelkező egyének esetében mindig magasabb a magas vérnyomás meglétének a kockázata. Aszma A súlyos aszmától szenvedők esetében gyakran megfigyelhető az alacsony magnézium szint. A kutatók úgy vélik, hogy a magnézium hiánya kácium felhalmozódását okozhatja a tüdő légutakat bélelő izmaiban, ami az aszma tüneteinek megjelenéséhez vezethet. Jelenleg úgy gondolják a kutatóvilágban, hogy a súlyos aszma és a magnéziumhiány között valóban létezik logikai kapcsolat, azonban még mindig további vizsgálatokra lenne szükség ennek bizonyításához. Végezetül elmondhatjuk, hogy a magnéziumhiány tünetei igen változatosak lehetnek, és az esetek többségében nem is gondolunk arra, hogy a tünetek hátterében akár a magnézium alacsony szintje is állhat. Ha te is rendszeresen tapasztalod a videónkban elhangzott tünetek valamelyikét, akkor mindenképpen javasoljuk, hogy vizsgáltasd ki szervezeted magnézium szintjét egy vérvétellel. Te rendszeresen odafigyelsz a magnézium pótlásodra? Hogyha igen, milyen formában fogyasztod? Válaszodat írd le kommentbe, és ha tetszett, amit a videónkban hallottál a magnézium hiány tüneteivel kapcsolatban, akkor kérlek ne felejts el feliratkozni csatornánkra, lájkold like videónkat, és bátran hozd meg barátaid között is. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk!